Lükszegi. Schulz teljesen üresen veheti át. Nagyszerű labda. Jagodics. És ott az egyenlítés. A 17 éves Szabics lőtte a Fradi egyenlítő gólját a második félidő 10. percében. Gyors ferencvárosi akció. Schulz remek labdája találta a 16-oson belül Jagodicsot, aki középre birkózta, és a berobbanó Szabics egyenlített. 1-1. Kb. 2 éve, mióta Ferencvároshoz kerültem, azóta ez az álmom, hogy játszok az első csapatban, és hogy gólt szerezzek. Schulz. Mekkora szóló, kipattam az egyenlítés. Szabics, 28. perc a második félidőben. Schulz gyönyörű egyéni teljesítményének a végén egy lövés, ami kivágódik, és Szabics a lehető legjobb helyen. 2-2. Gyilas. Gyilas még mindig. Nem merte őt bántani Szabó Nyilas. Lágyan be középre, 2-1. Már bent volt a labda. Már megadta a játékvezető, Szabics a gólszerző. Hát egy elég érdekes szituáció minden esetre. Nota hozzáér, Ábrahám pedig gólt ítél. Bükszegi fölöslegesen emeli fel, bár még jó lehet az, sőt, bent van Szabics a gólszerző, 24. perc, egyenlít a Ferencváros. Vince Otto megkapja, egy pillanatra úgy tűnik, hogy nem lesz belőle semmi, Vince Otto pedig be tudja kotorni középre, Szabics pedig az üres kapuba lövi, 2-2. Végén. Egy ügyes akció. Lendvai visszafejelt labda a 16-oson belül, amire előre dőlve a hálóbe bólintott Szabics Imre. Az utóbbi hetekben minden alkalommal legalább egyszer betalált Szabics, pedig még csak 17 éves. 1-0 a Ferencvárosnak. Fülöp. Így jó. Schulz. Ő is középen. Szabics. Megoldják a nyíregyháziak. Szabics újabb gólt lő. Szabics Imre másodszor juttatja vezetését a Ferencváros a Nyíregyháza ellen, második félidő 14. percében. Ezt gyakorlatilag a nyíregyháziak hozták össze ezt a helyzetet, és ismét Szabics helyzet felismerését dicséri a gól. És Marian Vlaka, horvát edző, most mutatkozott be a hazai publikumnak. Második percben egy hazai szöglet, amelyet először még hárítanak a kerület védői, aztán visszakerül a labda Nyilas Elekhez. Felnéz, pontos a beadás. A védő csak asszisztálnak, Szabics nem. 1-0 a Ferencvárosnak. Ez a gól volt egyébként a Ferencváros történetének 6000. bajnoki találata. Érdemes megnéznünk, hogy az 5 fehérmezes közül 3, tehát 3 kerület védő csak asszisztál, Szelimi lefejeli, Szabics meg bumbe a léc alá, a kapus tehetetlen. A hűnáhított harmadik gól már az első szögletből összejöhetett volna, de Szelimi fejesen háló helyett a kapufát találta el. Aztán a második félidő második szöglete már összehozza a Fradinak a harmadik gólt. Ki más, mint Szabics Imre a gólszerző, az 50. percben 3-0 tehát az állás. Nyilas szögletét Füzi a rövid oldalon megcsúsztatja, Szabics teljesen őrizetlenül begurítja a bal kapufa tövéhez. 79. perc, és a következő gólt a Fradi 3 cserejátékosa hozza össze. Vámosi, Kulcsár, Schulz, majd ismét Kulcsár, aki nagyon önzetlen, és Szabicssal belöveti a harmadik csapata 5. gólját. 5-1 tehát. Kulcsárnak jár először az elismerés, hiszen a Diózsióból igazolt játékos hihetetlenül önzetlen, amikor Szabicsot választja. A kapus Kis Szabolcs teljesen kiszolgáltatott helyzetben. Aztán a következő gólnál is eladja a labdát a kerület, Nyilas Elek erőszakosan, majd rendkívül pontosan és finoman tál a Szabics elé.
akit senki nem zavar, csak a kapus, de ő is a nagyon negyedik Savic gól. Ne felejtsük, a fiatalember még nincs 18 éves, és ez ebben a szezonban a tizedik találata. Ez a vélemény a kispadról. Gáspár nem tud már játékba avatkozni, csak a levegőt rúgja meg. Savic pedig a rutinos öreg rókák módjára kapus támaszkodó lába mellé gurít. Hová megy Sasúr? Nincs még vége a meccsnek. Nem, hogy a meccsnek nincs még vége, hanem a góloknak sem. Ezúttal is kulcsát dobta támadásba Vincét, aki betört a 16-oson belülre, elfektette a rárohanó Urbanast, majd visszagurított Savicnak, akinek nem okozott gondot a hálóba lőni, 2-0 a Ferencvárosnak. Savic Imre már a 11. gólját jegyezte ebben a szezonban. Csak így tovább, fiú, ha így folytatod, nagy jövő áll előtted. Nyilas. Szerintem lökött Savic, de mehet tovább. 3-0. Eldőlt egyértelműen a meccs. Savic Imre belőtte a Ferencváros harmadik gólját a második félidő 43. percében. Ez a 12. találata idén.